Sziasztok, ez itt a Bögre legújabb adása, méghozzá a Vrum Vrum vasárnappal jelentkezünk. Most sem már kezdek kifogyni ezekből az idézőjel vicces, idézőjel bezáró alliterációkból, de hát mivel mással tisztítnánk meg a lelkünket egy új év küszöbén, mint a Euro Truck Simulator 2-vel. Nyilvánvaló első választás, hogyha új gépet veszel, első ami felfut, az a Euro Truck Simulator 2, és már itt is vagyunk. Legalábbis velem ez így történt. Lényeg a lényeg, hogy nem nulláról kezdem ezúttal, hanem van már nekem egy profilom, amit látjátok, én pont így nézek ki, kopasz vagyok, és ősz szakállam van. Ha most Ákos itt lenne, megerősítené, mert ő kb. Ilyennek lát a fejében. Szóval én ezzel már úgy 10 órát játszottam, és így, tehát hogy így össze-vissza, de erről majd kicsit mesélek később. Ez a játék, ez ilyen zen játék, de hogy így rád jön, hogy te ezzel így játszani akarsz, és akkor így mész a pusztában, így a semmi közepén, és akkor egyszer csak így megint nem nyúlsz hozzá 10 évig, vagy nem is 10 évig, de fél évig, aztán megint kedved kapsz hozzá. Nem tudom, mit fogunk csinálni. Van egy karácsonyfa a háttérben, és úgy tűnik, hogy valaki kapott egy hintalovat, meg egy gumiabroncsot. Érdekes. Ne is pöcsöljünk tovább, hanem játék folytatása. Ez a World of Tanks, ez egy másik játék, vagy Tanks. World of Trucks. Igen, a Tanks az valami egészen más, amivel én nem vagyok hajlandó foglalkozni, hogy az létezik. Na de, lássuk csak, hogy miről is szól ez a játék. Amúgy biztos vagyok benne, hogy ismeritek. Úgyhogy teljesen fölösleges bemutatni. Ez itt a kamionom. Majd megmutatom kicsit közelebbről. Vessünk egy pillantást a világtérképre. Nos. Mit csinálok? Nem. Ez egy új funkció lehet. Ez nem volt eddig. És hogy kell mozogni. Így, igen. Szóval, amit látjátok, ez a világ. Sárgával van jelölve, amerre már jártam, és fehérrel, amerre még nem. Ez itt DLC. És ez is itt DLC, meg talán ez is itt DLC. De a lényeg, hogy ez is így elég hatalmas. 10 óra alatt 16%-át fedeztem fel. És ami a szívünket legjobban megdobogtatja, hogy lángoktól ölelt kis országunk is helyet kapott a Euro Truck Simulator 2-ben, méghozzá 5 várossal képviselteti magát. Ez nem tök jó. És az a tervem amúgy, hogy most meg is nézzük, hogy hogy néznek ki ezek a városok. Nem vagyunk messze túlságot, itt vagyunk Nürnbergben. Hát most innen szépen le fogunk autózni. Keresünk egy fuvart, ami Budapestre visz. Ó, itt az M0-ás elkerülő, amit senki nem használ, mert életveszélyes kamionosok vannak rajta. Egyenlő mi. Okay, nézzünk is rá, hogy milyen... A kamion. Hogy mutassam meg a kamionomat? Kamionka. Hát, nem lehet. Mármint így nyilván lehet. Úristen. Szóval, hogy azért ez egy elég összetett játék. Hagyjuk is ezt a dolgot. Inkább vágjunk bele. Mások milyen fuvarok érhetők el. Van olyan, ami Budapestre visz. Van a vállalkozói fuvar, ami a saját járművemet használom, és van a gyors fuvar, amikor meg nem. De én a sajátomat akarom, mert nagyon megszerettem ezt a Volvo-t, amúgy nem. És találtam is egy jót. Kotrógépet vihetünk Stuttgartból Debrecenbe. Ezt el is vállaljuk. Stuttgart, itt van egy köpésre. Itt is vagyunk a játékban, szóval ez az én gyönyörű Volvom. Állunk a piros lámpánál, úgy tűnik. Nem sokra emlékszem feltétlenül, nincs bekapcsolva a motor. Nem sokra emlékszem feltétlenül az irányításból, de úgy gondolom, hogy szépen lassan bele fogunk jönni. Ott van a híres Nürnbergi templom. Igazából ezt tudnom kéne, mert voltam a Nürnbergi templomnál. F5. Így. Upszi! Hopp! Áj, azért hogy belefért! Illetve, hát mondjuk azt, hogy belefért.
Megbüntet a játék, hogy átmész a piroson, tehát ez nem a GTA. Ja, itt befagyanodunk. Ó, tök jó. Megjegyezt a régi gépenről a beállításokat. Bal egérgomb a balra irányjelző, jobb a gérgomb a jobbra irányjelző. És ó, túl gyorsan megyünk. Mert csak 50-nel szabad haladni lakott területen belül. Amint látjátok, ez tényleg szimuláció, és igazából elég, hát én komolynak mondanám. Olyan értelemben, hogy figyelni kell ilyen apróságokra, hogy lámpát fel legyen kapcsolva, például éjszaka, ezt így nem árt. Most már 80-nal is hasíthatunk. Én ezt a játékot nagyjából olyan 20 FPS-sel toltam, de hát inkább maradjunk 15-ben, és nem mondtam nagyot. És mégis, valahogy van benne valami roppant mód zen. Valami megnyugtató. Nagyobb lámpánk van. Van, nagyszerű, használhatjuk. Ups, oj. Szóval semmi pánik, szereztünk egy kis károsodást, de ez nem veszi el a kedvünket. Biztos látjátok, hogy milyen... Jön valaki? Nem. Jó. És mi megyünk tovább... ez az egyik irányba. Azt mondanám, hogy az egyik irányba megyünk tovább. Na, várjatok. Innsbruck század München vagy Stuttgart. Stuttgart, tökre Stuttgart, ja. Úgyhogy ebben a sávban fogunk utazni. Na, látjátok, hogy van nekem mindenfajta szép dolgom. Ott például egy Rocket League-ből csort labda, ott pedig egy Rocket League-ből csort autó. Ezek ilyen ingyenes cuccok voltak, mert megvolt a Rocket League, azt hiszem. Na, mondjuk ebben nem vagyok biztos, hogy automatikusan járt, vagy nem. Amúgy, ha ezt megnyomom... Ha! Már el is tűnt a GPS, úgyhogy... Gyakorlatilag... Magunkra vagyunk utalva. Szerintem éjjel halunk a pusztában úgy nagyjából 2 nap múlva. Vannak kameranézeteink egyébként. Bár én ezt szeretem a legjobban, ez olyan... Beleélős. Főleg most, hogy már látom is, hogy... Miket ír ki. Bár azért az 1080p azért így még segítene a dolgom. De már így is nagyon szuper. Majd olyan is lesz, nem sokára. Látjuk a csillagoseget. Közben az útra is figyelünk. Tehát vannak kameranézetek, amikkel szintén lehet játszani. Ez az egyes. Ezek vagyunk mink. Ezen vagyunk mink. Na, szóval ezt használjuk mi, mert... Mi igazi, tökös kamionosok vagyunk. Van ez. Hát, aki a GTA 5, illetve bármelyik GTA-ban szocializálódott, az talán inkább ezt preferálja. Ez akkor problémás, mikor már van fuvarunk, mert akkor viszont nagyon-nagyon nehézkessé válik az, hogy semmit nem látunk abból, ami előttünk történik. Hármas. Igen, megkérdőjelezhető a használhatósága ennek, de parkoláskor nagyon hasznos. 4-es. Úgy látjuk a szép csillagoseget. Ez mindenképpen fontos. 5-ös. 6-os. Upszi, bocsánat, vigyáztam. Azért nem haragszik a játék, hogyha... 7-es. Hogyha elrontod a... Tehát nem irányjelzőzöl, az még így belefér. Van filmes kamera is. Bárki leforgathatja az álmai kamionos filmjét. És a 8-as, vagy 9-es... Ó, oh, 9-es mindig a következő kamerát adja be. Oké. Hát akkor zúzzunk. Jééééé! Jó, kaptunk tapasztalati pontot. 5-10-100 km fuvaron kívüli vezetés után 50 TP. Nagyon jó. Mert hogy van ennek a játéknak egy ilyen RPG része is. Hogy csak így, hogy így fejleszgeted a sofőrt, és akkor mit tudom én, egyre jobb árukat tudsz vinni, egyre nehezebb fuvarokat tudsz vállalni, és az nyilván több zsével is jár. Na most én megyek itt egy ideje, és nem vagyok... merre van Stuttgart? Balra. Jó, nem jön senki, szuper. Szóval, hogy nem tudom mennyi van még hátra.
Fogalmam sincs, mikorra érünk oda Stuttgartba, de én már úgy nagyon odaérnék lassan, most már igazán. Szóval beszélgessünk kicsit arról, hogy miért is játszaná bárki is ezt a játékot. Igen. Ez egy jó kérdés egyrészt, másrészt viszont nem véletlenül nyerte meg most az egyik Steam díjat. Hirtelen már nem is tudom melyiket. Talán az... azt, hogy ez már akkor is tudtam, hogy cool játék, amikor még te meg se születtél díjat. Merre kell mennünk? Zürich Stuttgart egyenesen. Jó. Elsőbségadás. Hát felteszem, adni kell elsőbséget, de nem jön senki. Igen, van jogosítványom. Amúgy tök jó, hogy éjszaka megyünk, mert semmit nem látok a tájból. Tehát, hogy mindenképpen ezért megéri. Megéri éjszaka menni. Szóval ez a játék nyerte azt a díjat, az egyiket. És... hát most ha kicsit meséltek magamról, miközben lemegyek 60-ra, mert úgy látom, hogy annyi a sebességkorlátozás. Nekem az első ilyen kamionos játékom az Élet 18 keréken volt. És nem tudom, hogy ez így mennyire mond nektek valami, de hogy ez... ráadásul magyarul. Ez a játék magyarul jelent meg. És hát igazából elég menő dolog volt, amúgy nem, egyáltalán nem. Egy újság mellékleteként jutottam én hozzá. És valahogy így benne ragadtam. Ott még az Amerikában játszódott. És hát volt vagy nem tudom 5 város benne. Az olyan sivatagos részén játszódott, tudjátok, hogy ne kelljen a fákat annyira sokat problémázni vele, hogy még azokat is... lerenderelni meg minden. Ó, ott vannak a szép hegyek. Nézzük meg a szép hegyeket. Az nem így? Szép hegyek. Na szóval, ott van. Ennyire volt idő. Túl gyorsan haladunk, sajnálom. Még kaptam 50 TP-t. Ugyanazért, amiért az előbb, úgyhogy kicsit gyanús nekem ez a dolog. Upszi. Fék. Arizona volt benne, ha jól tudom. Meg Nevada, mert hogy Las Vegas benne volt. Meg Phoenix. A többire nem emlékszem, ugyanis én kitaláltam, hogy ez a játék akkor a legjobb, hogyha farmolod, mint az állat. Ami a legnagyobb hülyeség, amit csinálhatsz egy játékkal, hogy elkezded farmolni, mert onnantól kezdve gyakorlatilag minden élvezet kivész belőle, és lesz egy ilyen, hát feladat. Talán. Igen. Különbözően más, nekem nyugodt az anyátokat. Enter. Anyád. Ó, mégsem anyád. Ah, nem értem ez a játék, hogy működik, de... hova kell mennünk? Oda? Ó, basszus. Na jó, ez érdekes lesz, mert innen múltkor nem tudtam túlságosan kijönni. Pontosabban kiszenvedtem magam, de a szó szerint szenvedés volt. Egyszerűen azért, mert lefelé sokkal durvább a lejtő emelkedő, na, és ugye van nekünk pótkocsink is, tehát nem egyszerű ez. És itt hol kell menni? Gondolom erre. Ó, Jézus Krisztus, jól bevittem magam igazából. Na szóval arra rájöttem, hogy most mi vállalkozók vagyunk saját kamionnal, de attól még nem a saját cégünknek szerezzük a jóságokat, vagyis a pénzt. Itt is van, ezt a gyönyörű szépséget fogjuk elvinni Debrecenbe, hogy minek oda ilyen? Hát gondolom épül valami, tudom. Most láttam, hogy épül a Párizs udvar 2, mert az egy akkora siker volt, hogy mindenképpen kellett egy Párizs udvar 2. Ezt csak a debreceniek érthetik. Sziasztok debreceniek! És itt is vagyunk, felvettük. És amit látjátok, innen már kicsit kontraproduktív ez a kamera nézet. De nem is időzünk itt sokat. Kicsit, hogyha innen sikerül kijutni egészben, akkor folytatom a történetet, a hányatatott gyerekkoromról. Azt hiszem éppen ott jártam, hogy a legnagyobb hülyeség bármit is farmolni. Igaz? Mert hogy kivész belőle az élvezet. Onnantól kezdve olyan lesz, mintha egy feladat lenne. Tehát házi munka. Nem is tudom, erre van-e jó magyar szó, ez a chores. És amúgy tényleg olyan.
És éppen ezért, akkor ezt még nem tudtam, de hogy ez tök jó ötletnek tűnt, hogy ugye itt mindenfelé válasz fuvarokat, és így megszeded magad. Viszont eredetileg az elején olyan gyépés kamionod van, hogy így, hát mint ez. hogy azzal konkrétan fél óra alatt nem lehetett elérni az amúgy elég szerény végsebességét, úgyhogy hogy folyamatosan nyomtad a gázt. Abban az esetben, hogyha volt fuvarod. Motorhiba. Hát, pont ez hiányzott. Na majd Pesten beugrunk egy szervizbe. Mit szóltok hozzá? Ma most tök egyszerűen kijutottam. Jól van. Induljunk neki. 191 kilométer vár ránk. Micsoda kaland lesz. Igazi road movie. Igaz? Igaz? Igaz. Térjünk vissza a gyerekkoromra, mert én már olyan öreg vagyok, mint láthattuk a képen, hogy folyamatosan erről nosztalgiázom. Régen minden jobb volt. De akkoriban nekem szabad volt napi 3/4 órát játszanom. Hát ez még általános iskolában volt. Nem volt nekünk okos telefonunk, meg tabletünk, mégis boldogak voltunk. Ettük a földet az udvaron, ez volt a szórakozás. Na de, a mai fiatalok már el vannak kényeztetve. Sajnálom, csak ilyen öregembe dolgok jutnak most már az eszembe. Ops, előirányítottam, hoppá, bocsánat, szerencsére nem látta senki. Mert 2:30 van, hajnal 2:30, de láthatjátok a naplementét. Nagyon romantikus lesz. Főleg, hogy a nap felkelt az. Tehát volt 3/4 óra játékom, és még amúgy használhattam emellett 1/4 óra tanulásra a gépet, és ennyi. Ah, érdekes, hogy köszönnek vissza a dolgok. Annak idején le voltam korlátozva, manapság meg már úgy kvázi nincs időm játszani. Tehát úgy leülni és játszani csak azért, hogy játszak valamivel. Nem sokkal több van, mint 1 óra. Hát max 2, hogyha ki tudom gazdálkodni egy átlagos hétköznap. Na de, én játszottam ezzel a Euro Truck Simulator 2-nek az elődjének nevezhető az élet 18 kerékennel, merre megyünk, Zürich, Stuttgart vagy Nürnberg? Szerintem visszamegyünk Stuttgart felé. Ja nem. Igen? Nem tudom, mit mond a minimap? Egyenesen. Jó. Aztán meg balra. Úgy lesz. Ott volt egy ilyen szakasz ebben a játékban, amit így rájöttem, hogy lehet Las Vegas és Phoenix között nagyon rövid útvonal, hát úgy viszonylag rövid. Milyen senki. És hogy ott lehet farmolni, hogy egy olyan 20 perc alatt az egyikből elviszel valamit a másikba, leadod, aztán fordítva. Kicsi volt a hiba lehetőség, kicsi volt a odafigyelés, ami kellett hozzá. Menjél már! És akkor én így mentem. És ez azért volt vicces, mert ahogy mondtam, 20 perc volt az út, és ilyen nyíregyenes. Tehát, hogy azt képzeljétek el, hogy így a sivatagban így mész, az egyenes úton, és semmi nem történik. Megkezdtem Phoenixbe, és leadtam a cuccot, és ott felvettem valamit, és azt átvittem Las Vegasba. És így ennyi. Tehát, hogy ennyi volt a játék nekem, már csak azért is, mert 2x20 perc az 40. Egész konkrétan 2 fuvar fért bele az én napi 45 perc játékomba. És én ezt kegyetlen sokáig tudtam csinálni. Tehát én nem is tudom, hogy milyen óraszámot tettem én abba a játékba. De ott leszoltottunk valamit az útról, bocsánat, amúgy visszajövünk ide. Azt hittem, hogy nem fog leágazni. Akkor még nem volt Steam meg ilyenek, hogy így kövessék, hogy mennyit játszol valamivel, hál' Istennek. De hogy így rengeteget. Tehát nem is 100 óra szerintem simán benne volt abban a játékban. Úgy, hogy igazából nem láttam belőle nagyrészt semmit. Csak azt az útvonalat, amit már megszoktam. Itt kimegyünk a külső sávba. Kapaszkodó sávba, hogyha elment a bácsi az autóval. Így. De már igazából ezek a dolgok már ott is ott voltak, amik most itt vannak. Tehát játékmechanikailag az alap központi játékmechanika nem vitte túlzásba a fejlődést. De hát ez nem is lehet igazából hova fejleszteni. Tehát
Azóta rengeteg játék jött ki. Amerikai, még jobban amerikai területekkel foglalkozó. Aztán persze eljött a Euro Truck Simulator, ami nem volt olyan nagy szám még, de a kettő aztán megtalálta a közönségét. És hát most meg most van. Illetve már kijött az American Truck Simulator is, ami amúgy tök jónak néz ki. És majd lehet egyszer beszerzem. Mert ugyanez Pepitában. Amerikának három állama van benne. Azt hiszem, a többi pedig majd DLC-kkel jön. Ott is ugyanez volt a Élet 18 keréken. Csak ott még, ami plusz volt, az a CB rádió. Na most, az tök jó volt, hogy így szóltak, hogy itt meg ott zsaruk vannak, dadadadadada, sőt, ezt képzeljétek el, szinkronos volt. Magyarul beszéltek hozzám. És hát ez amúgy akkoriban nagyon nagy dolog volt, mert hogy annyira nem tudtam jól angolul még általános iskolában. Aztán az, hogy szinkronos, az meg manapság nagy dolog, mert már semmi ilyen játékhoz nem készül szinkron. Akkoriban voltak, amikhez készültek. Például a... van egy játék, Historic Rally. Talán így hívják? Nem így hívják. A fene se tudja, de hogy ilyen, az volt a lényege, hogy 60-as évekbeli autókkal versenyeztél folyamatosan. Tehát, hogy azok voltak, amiket így mentél, és így gyűrted, csak is kizárólag. És abban a navigátornak megvolt a szinkron hangja, aki stolbuci volt. Ami azért volt vicces, mert amikor beestél az árokba, akkor mindenfajta megérzéseket tett rád, hogy hogy vagy képes így vezetni, te utolsó szardarab, és amúgy is mindjárt kiszállok mellőled, mert életveszélyesen vezet, és hát... Hát, Stolbuci is bevonult az örökké valóság csarnokába, mint... ember, aki karambolozott, hát nem tudom, nem akarok ebbe belemenni túlságosan, mert miért? De hát na, Stolbuci, na. Akkor ezt még nem gondolta, hogy ez ilyen csúnya véget fog érni. Most jöttem rá, hogy amúgy a... merre megyünk? Szerintem balra. Most jöttem rá, hogy igazából az egér 4-5 gombjára is tehetném az irányjelzést. De tök jól van ezeken, mert hogy nem csinálunk semmit az egér gombokkal, viszont az egérrel magával nézünk szét. Ó, eltaláltam. Jó, szuper. Tehát így kell. Milyen közel vagyunk. Ó, 1014 kilométer, nem is néztem mennyi volt, mikor indultunk. De azért egy 1000-est így most bele fogunk rakni ebbe a dologba. Szélkerekek. Vagyis szélerőművek. Hop, 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 hop. Vissza. Ha, feljön a nap. Milyen szép. Nem látok belőle semmit. De mindjárt irányba fordulunk, és jó lesz. Ott vannak a fénysugarak. Fénysugarka. És esik az eső! Nem, hát szép lett volna. Ó, játék, te ma nem szeretsz engem. Oké, lássuk csak. Igazából elég a kis lámpa most már. Upp, itt lemegyünk? Oké. Nem figyeltem, mert éppen azon vagyok elfoglalva, vagy nem tudom mi. Az ablaktörlő. A... K? Nem. J? Ó, nem, pillantunk, király. E? Ó, nagyon nem, leállt a motor. Q. Nem csinál semmit. Egyszerű lenne megnézni a beállításokban, de úgy érzem, hogy ez a gyengéknek a fegyvere. Jó. F? Nem, elakadás jelző. R? Rádió. Amúgy ez tök érdekes. Én azt hiszem, hogy itt igazi rádiókat hallgatsz. De nem vagyok biztos, de azt hiszem igen. T? Nem. C? Nem. V? Nem. M-map. Jó. Most jöttünk viszont Nürnberghez, ahonnan indultunk. H. Az a kürt. Villantás. K. Ez nem tudom. Talán folyadék a... azért. Lámpa. Ezt megbeszéltük. Kis lámpa kell. P. Ha-ha. És ebben a pillanatban beértünk az alagútba. Nagyszerű időzítés. Nézzünk szét kicsit amúgy a külsőleg, hogy néz ki ez a terület.
egész jó a tükröződés effekt. Nem tudom, maxra van állítva, csak így felnyomtam, hogy mindent ultrára rak, legyen, és hát azóta olyan. De biztos max. Mert valamikor amúgy még a maxra állítasz valamit, és akkor még az akkor is van feljebb. Amit igazából elég fura dolog, de hát nekik legyen mondva. És már kevesebb, mint 1000 km van hátra, csak 932. Ups, nem, bocs, vigyáztam. Jézus, bocsánat. Elaludtam. Hát nagyon, nagyon sajnálom. Majd elküldöm az adataimat. Ups. Biztos nem esett baja. Majd lehet pihenni, meg kéne állni. Lássuk csak, hogy állunk abban. Szarul. Még mindig Németországban zúzunk. Ó, tök jó néznek ki ezek a tornyok. Ákos tudná ez micsoda, én már múltkor sem tudtam a Cities-ben. Aha, elkezdett ásítozni az emberünk. És most volt pihenő. Úgyhogy, hát reménykedünk, hogy nem sokára lesz megint. És igazából 90-nel nem lenne szabad mennünk, csak 80-nal, de inkább sietünk. Tudjátok, mikor, mint amikor siettek, mert féltek, hogy kifogja a benzin. Na, hát ez pont olyan. Remélem egész nap esni fog. Csak hogy lássátok, milyen szép ez a játék. Ez tipikusan olyan játék, amikor így tudsz mellette valamit csinálni. Tehát a Witcher mondjuk annyira nem olyan. Mert ott... hát ott ugye figyeld a sztorit, meg beszélgetnek, meg minden, meg zene, meg akármi. De itt... hallgathatsz valamit. Mondjuk, rádiót, de hát rádiót ma már senki nem hallgat, de ott van alternatívának mondjuk egy podcast adás, mondjuk a Bögre legújabb podcastja. Úgyhogy, ha ezt a játékot játszátok, akkor nyomjátok be mellé a podcastot, és akkor egyszerre lesztek tájékozottak, és szórakoztok kiválóan. De szép híd. Ez a Duna? Ez a Duna? Ó, dörgött megint. Ez a Duna, srácok? Nehéz innen megmondani. Nézzük meg. Nem. Igen? Talán. Itt izmozik velem ez a busz. Ó, sziasztok emberek! Halló! Hova mentek? Mehetek én is? Megyek, úgyis. Hol van emberek, akkor menjetek. Érezzétek jól magatokat nélkülem is. Én pedig itt alszom egyet. Ami zavar, hogy nem lehet beállítani, hogy mennyit akarunk aludni, hogy annyit fogunk, amennyit a gép dobott. Ami fura. Mert szerintem az igazi kamionosok használnak ébresztórát, vagy valami ilyesmit. Most itt átmegyünk, de nem állunk be. Ups. Hanem... ide állunk. Hát ezt nem érzékelte, úgyhogy... Ah, megvan. Motor leállítva. Enter. És mire felkelünk, el is állt. Az eső. Nem tudom, hogy kikapcsolni az ablaktörlőt. Ezzel. Jó van. Nem jön senki. Nagyszerű. Nézzétek, milyen szépen süt a nap. Mondjuk attól tartok, hogy éjszaka fogunk megérkezni Budapestre. Ez sajnos... ez sajnos... sanszos. Jó. Mert hogy azt mondja, hogy érkezés 12 óra múlva. Hát hajnali 6-ra. Hajnali 5-re. De végre magunk mögött hagyjuk Németországot. És a gyönyörű Ausztriába érkezünk meg. Graz egyenesen, Innsbruck és Salzburg egyenesen is jobbra. Hát nagy segítség vagy, barátom. Nye. Gyökér. A mai részt a Volvo támogatta. Tudjátok mit? Át fogom aludni az éjszakát. Bécsbe arra. Mert hogy ez nem mi járja. Hogy... ups, munkett volna. Hát akkor vissza. Szóval nem járja, hogy Magyarországra, a Kárpátok ölébe ne nappal érkezzünk meg. Ennek a játéknak van multi része, úgyhogy ha szeretnétek, hogy Ákossal együtt rójuk Európa országútjait, hát nem kell más tennetek, mint... ópszi!
jelezni azt. Kommentbe írjátok be, hogy... fakutya, mondjuk. És akkor már is... vesszük az adást is, és csináljuk a videót. Ákos ezt valószínűleg roppantul idegesíteni, úgyhogy már csak ezért is megérni. Ott van... víztorony. Nem tudom, felétek ilyen víztorony van-e, de felénk igen. Hát mondjuk az nem is Debrecen. Hát akkor mi? Nem mondom meg. Vannak ez a játékhoz módok is amúgy. És van egy magyar mód, ami az egész térképből Magyarországot csinál. Az nem azt jelenti, hogy Németországban is kácsúcsak lesznek az utak, vagy valami ilyesmi, nem. Hanem egész egyszerűen... lement a nap. Mondjuk attól nem kell ekkorát kapcsolni, de ennyi mehet. Vagyis megy le. Arra. Szóval, hogy... így az űrgő, aki csinálja, nem tudom, még dolgozik-e rajta, szerintem igen. Így folyamatosan bővíti a térképet. Tehát, hogy így ilyen egészen pici falvakat rak bele, de azt így nagyon kidolgozza. Hát nem tudom, jut-e valamire, vagy lesz a projektből végül valami, de aranyos mindenképpen. De akkor menjél már, öcsém. Ó, tök jó a rendszer, amikor osztrák. Tök jó, ezt nem is vettem észre, hogy ennyire figyeltek a részletekre, mert hogy a különböző táblák azok... most szivatsz, ugye, hogy le kell kanyarodnom. Grác jobbra. Grácon átmegyünk? Mert nem Bécsen átmegyünk. Ó, hát akkor menjünk Grácon át. Mi mindig Bécsen átmentünk, de... hát, mit értek én a kamionozáshoz, ugye? Semmit, pontosan. A táblák is úgy vannak megcsinálva, hogy nagyon hitelesek. Ez, hogy... hát remélem, hogy Magyarországon az lesz írva majd, hogy kiárat az exit helyet, de Németországban Ausfahrt, ami egy szörnyű szó, és amúgy vicces is, hogyha valaki elsősorban angolul beszél, de... de hát ez van. Ez van, ezt kell szeretni, ők így hívják. Lehet, hogy van köze a kettőnek egymáshoz, nem tudom. Lehet, miért ne? Oh, dillis németek, olyan kis vicces népek, mindig kitalálnak valamit. 518 kilométer van hátra. De igazából Debrecenig van annyi. Budapestig? Ki tudja mennyi lehet, hogy kevesebb. Biztos, hogy kevesebb sokkal? Nem tudom. Ott egy hatalmas műbroki. Ah, ezek az osztrákok. Ezek aztán... kikapós népség. Haladj már, haladj már, haladj már, haladj már, haladj már, haladj már. Kösz. Ah, nagyszerű. Nagyszerű. Olyan szép helyen alszunk. De örülök, megint esik. Budapest, oda volt ki, hogy Budapest. Jövünk, Budapest. Készülj, Budapest. Ez valami Budapest parádjának volt a szlogán, nem tudom. Ez nem tudom mi, de tetszik. Lehet, hogy az a radar, azzal fogják meg azt, aki túl gyorsan szagul. Hát ki tudja. Sose derül ki. Vagy ha ti tudjátok, írjátok meg kommentben. Csak legyen kommentünk. Budapest és Debrecen balra! Debrecen! Hazajövünk! Majd úgy 451 kilométer múlva. Miért kéne lekanyarodnom? Te hülye vagy? Nos, komolyan. Miért arra akarsz vinni? Te meg ne ragd már le azt oda. Miért arra akarsz vinni? Hát erre sokkal logikusabb, így kanyargatna le engem. Jó vicc, öcsém. Na, hopp, mégsem megyünk arra. Azt hittem, hogy a sáv marad. Ugye micsoda kalandokat élünk itt, tehát most együtt az esőben. Reggel, 6:45, pénteken. Amikor veszem, akkor is péntek van amúgy, csak este. Majd hogyha csinálunk egy olyat, hogy mondjuk Debrecenből elmenni Glasgow-ba. Van? Glasgow-nk van? Az nem biztos, hogy van, de... van Glasgow, de inkább Aberdeenbe. Végig menni ezen a... nem tudom, hány... 3000 kilométer lehet. És akkor majd elmesélek mindent, mert már nem lesz miről beszélnünk. És élő streamelés lesz, úgyhogy muszáj leszek beszélni is. Nem tudom egyszer csak megvágni, mint például most. Látjátok? Vágás roppantul alábecsült varázslat. De már vissza is tértem, mert megérkeztünk Magyarországra! Juhuu!
itt vagyunk, Magyar Köztársaság, biztos az van kiírva, ezt nem tudom elolvasni. Hát igen, ez a játékhoz nem állt egy nagyobb képernyő azért. Vagy VR headset. Azt hiszem ez a játék támogatja a VR-t. Most ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de azt hiszem támogatja. Ó, és itt is vannak a szalmabálák. Hát szinte érzem az otthon illatát. Olyan a rendszám olyan, amilyen Magyarországon? Majd megfigyeljük egy kicsit később. Mert most még lehet osztrák autók vannak itt a közelünkben. Itt egy pont próbál minket megerőzni. Ajrá kicsi, gyerünk, menni fog. Igen, ez még osztrák rendszám. Miért nem haladsz? Ne fékezz már! Jönnek az osztrákok a balcsira. Ez lehet itt a megoldás a dolgoknak. Hát szélerőműveket, nem tudom, van nekünk mutatóban három. De az osztrák határna, hogy az osztrákok ne nézzenek túlságosan furán ránk, hát, talán. Azt mondja, hogy Budapest egyenesen, Pozsony, Bratislava jobbra. Hát ez érdekes. De jó, kiírják magyarul is a nevét. Hát ez tetszik. Ez itt egy folyó! Nem tudom melyik. Rába? Talán? Nagyjából? Vagy a Dunán megyünk át megint? A fene se tudja. A rendszám, nézzétek! RSG 623 vagy 673. Tök jó! Magyar formátumban van. Majdnem megpuszítuk a hátulját ennek a kocsinak. Szóval megérkeztünk Magyarországra. Hazaértünk. Meg én nem tudtam megnézni, hogy magyarul írták-e ki. De hazaértünk is, az első dolguk volt, hogy megbüntessenek. Hát ez... Hogy is mondjam csak. Tipikus. Érezem, hogy otthon vagyok. Közben ugye a Just Cause 3-mal is játszom, és ezek a vörösre színezett végű szélerőművek így valahogy így rájuk akarok küldeni rakétavetőt. Hát nem tudom, ezért van a kettőnök köze egymáshoz, de ez sajnos nem az a játék, attól félek. Na, előzünk, nem előzünk. Tehát ez is olyan, mint egy jól megírt Telltale játék, hogy rengeteg döntéshelyzetbe kerülsz, és neked kell döntened, és persze a döntéseidnek kihatása van a történet alakulására. Mert amennyire tudom, itt azért próbáltak valami jellegzetességet adni. Tehát az az ötlet, hogy a városba nem tudsz bemenni, mert ugye a kamionok nem mehetnek be a városba. Csak úgy körülötte tudod felvenni a dolgokat. Ez az ürügy, ami miatt nem tudsz bemenni a városba. De attól függetlenül a távolban látszanak ilyen dolgok, mint például Londonban az a uborka épület, vagy a Szent Pál székesegyház, vagy bazilika, meg Milánói dóm, meg ilyesmik. És kíváncsi vagyok, hogy itt lesz. Hol vannak Magyarországon ekkora hegyek? Ne vicceljünk már! Hát ez hatalmas hegy ahhoz képest, ami igazából van nekünk. Aj, de szép, hogy ilyeneket gondolnak rólunk ott külföldön. Nem is tudom, ez milyen játék, talán német. De azért, na, essünk túlzásokba. Ez Pirisvörösvár, hát ezt megismerem. Híres Pirisvörösvári napraforgó, meg az pont innen jön. Mi van, hogyha egyenesen megyünk? Akkor mi történik? Hát barátom, nem tudom, hogy mi a bajod velem, de én nem fogok arra menni. Hát teljesen fölösleges úgy menni, hát itt simán tudunk menni M0-áson. Ez így sokkal simább. Hát... Lehet, hogy valami script van benne, hogy így kanyargós úton vigyem, hogy ne aludj be. De... nálam ez nem fog működni, sajnálom. Így viszont délről kerüljük meg Budapestet. Hopp. És itt a Duna! Akkor ez pedig a Lágymányosi híd. Nem is tudom melyik. De itt a Duna. Jó nagy. Tetszik. Nem túl szép, de nagy. És persze nem látunk semmit Budapestből. Hát... De elég szomorú. De nem baj, vár minket Debrecen. Viszlát Budapest! Budapest egyébként arról híres, hogy ott forgatják az éjjel-nappal Budapestet, és ott is játszódik. Hát ezt kevesen tudják, de... Igen. Nyugodtan legközelebb... buliban, vagy... randin. Gyertek elő ezzel.
és akkor teljesen le fogjátok nyűgözni azt, akivel beszélgettek éppen. Le kell szállítani ezt a margológépet, mert sose fog elkészülni. Lehet, hogy már a hármas villamoshoz visszük! Hármas villamos. Vagy egyes metró. Megjegyezném, hogy Budapest és Debrecen között egy vakontúrás nincs, nemhogy ilyen emelkedők, meg dimbek, dombok. Nem tudom, ezek milyen térképet néztek, de nagyon nem sikerült eltalálni az arányokat. A halálos iramban legújabb részében. Kamionos iramban. A cím még változhat. Na, ott van Ózd. 107 kilométer. Már szinte érzem a smogot. Szerintem ez a debreceni megérkezésünk annyira lesz antiklimatikus, amennyire csak lehet. De... hazaérünk. Végre, végre! Külföldön szakadt hazánk fia hazatér és hozza az eszközt, amivel majd nagyját tesszük megint országunkat. Végre az útra. Igen, Magyarországot egy markolóval fogjuk nagyját tenni. Ez a terv, ne okoskodjál, mondjál jobbat. Na ugye. Ez már a Hortobágy, és... ó, ez a Tisza. Várj, igen, a Tisza. Át kell menni a Tiszán, ahhoz, hogy Debrecenbe menjünk, nem? Ja, igen, egy ponton muszáj. Itt kell lekanyarodni, bocs, nem figyeltem. Majdnem sikerült a sürgősségére megérkezni így Debrecenbe, tehát hogy a célállomásban hazavágni a mindent. Ott van a híres debreceni tévétorony, mindenki kedvenc helye, ahova elvonulhat a barátaival. És micsoda kilátás nyílik onnan. Ugye? Mi van még itt? Jaj, de izgalmas. Ott vannak a... fura alakú tornyok. És ott van egy panel, ez már tudja, hogy Debrecen. Itt is írja. Debrecen. Ott vannak a debreceni. Én látom a házamat. Ott vagyunk. A lakótelep. A telepiek. Mi telepiek? Persze gyorshajtás, nem érdekel. Hazaértünk végre. Ott a nagy templom. Hát hihetetlen. El se hiszem. Ott a nagy templom, nézzétek! Tök jó! Jó, ide visszajövünk, gyorsan lerakjuk a cuccot, és visszajövünk megnézni a nagy templomot. Jaj, túl izgatott leszek, hogy leparkoljak. Ott a... föltúrógép. Ez tök jó, tényleg megcsináltak a nagy templomot, vagy legalábbis valamit, ami nagyjából hasonlít rá. Ez nagyon tetszene. Akkor tényleg, azt mondom, hogy igen, átmentem a pirosan, tudom! Te is átmentél volna, hogyha a helyemben vagy. Már fizettem vagy 2000 dollárt itt. Mióta elkezdtem ezt a játékot. És csak Magyarországon. Oda kéne beállni? Hát... jó. Érzem, itt vágás fog történni. Nem kell parkolási díj. Akkor... végeztünk is, kielégítő! 1205 kilométert vezettünk, 33 óra 35 percet, 530 liter üzemanyagot égettünk el, kaptunk TP-t, meg pénzt, és levontak 3000 dollárt azért, mert... gyakorlatilag az üvegek azok így darabokban érkeztek meg. Na, igen, értékes rakomány, ökovezetés... üzemanyag megtakarítás. Na, ez az az RPG rész, amiről beszéltem. Legyen ez. Rakjunk erre. Így. És most mehetünk. Nézzük meg. Ott a 13 emeletes. Hát elképesztő. Ott a 13 emeletes. Vagy... ja nem, várjátok, az egy másik városban van. Akkor az sok emeletes. Ups. Ott volt a sok emeletes épület. Láttátok? Hát ez nagyon durva. Jó, a tévétornyot megbocsájtom. Nem lehet mindig mindenkinek igaza. Bocsánat, sietek. Igen, gyorshajtás lesz megint belőle. Hát...
Kicsit savanyú. Kicsit. Fura. De a miénk, nézzétek. Nézzétek. Ott van. Hát ez nagyon jó. Megtaláltuk. Na, legközelebben vagyunk Pestre, jó? Megnézzük Pestet is. Mert hogyha itt megcsinálták a debreceni nagy templomot, akkor szerintem egész Pest belvárosa le van modellezve. Hát akkor itt a lehető legrosszabb helyen állva, köszönöm a figyelmeteket, hogy kibírtátok ezt az utat. Nem sokára megint találkozunk. Sziasztok!